Üdvözlöm minden kedves nézőt! G2 Misfits mérkőzése imáron a harmadjára. Az állás 1-1. Először a G2, majd a Misfits nyert 1-1 mérkőzést. Érkezünk át akkor a harmadikhoz szépen lassan a bajnak választásba. Jó magam, Pirsz vagyok, és szia, Livius! Üdvözlöm a kedves nézőket, szerbusz Pirsz! Így is van, meg is érkezünk a harmadik mérkőzésre nem sokára. Ami azt kell, hogy mondjam, hogy megjósolhatatlan, hogy melyik csapat fogja most ezt elhozni. A G2 az első mérkőzés egy nagyon magabiztos teljesítmény mutatott, és azt kell mondjam, hogy akkor leradírozták a Misfitset a pályáról, nem is nagyon voltak a mérkőzésben. A másodikon viszont már megjelentek azok a apróbb hibák a gépezetben. A G2-nál látszottak a túlvállalások, az elbízás, az, hogy nem nagyon érezték a kompozíciót, mi fog történni, hogyan, és a Misfits ezt kegyetlenül megbüntette, igazi titánok harca volt, méltó volt a profi csapatokhoz. Méltó volt, és az Oriannákkal ma csak a baj van. Uh-huh. Nem? Nem azért, mert az Orianna karakter azt nem véletlenül játsszák, tehát jó az, de úgy Perksnek sem ment most annyira az Orianna, mint ahogy speciál az Istuki meccsen sem ment a középső ösvényes játékosnak. Most a nevén gondolkoztam hirtelen. Febiben, hát persze az új sírós fiatalember, neki sem ment ma túlságosan jól. De én szerintem nem is húzzuk az időt, a játékosok már nem bírnak magukkal. Jöjjön hát a zene, jöjjön hát a bajnokválasztás, tiltási fázis, így is van. Misfits G2. Na most nagyon érdekes lesz, hogy így van a színre tiltás, ez kötelező azonnal, hogy ki kell vágni. Sem Perks, sem pedig Poen nem feltétlenül jó, ha játssza ezt, legalábbis a másik csapatnak nem. Kemiel pedig úgy visszakapta az előkelő helyet az első helyen a tiltó listán. De érdekes lesz, hogy Darcik is bedobott, hogy lesz-e Lucian tiltás, vagy elválasztás esetleg, vagy esetleg egy ellenválasztás érkezhet ellene? Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre az új lövész felállásra, sem pedig ugye a második tiltó listán. Rumble! Alfari nem kap Rumble-t végül, Xpect pedig akkor így. Ha Shenten már búcsúznia kellett, akkor lehet, hogy még kivegek valahol ezt a bizonyos. Hát a Mazahárt kivágnám, megmondom őszintén, mert Mitty nagyon imádja. De azért az Árin is el lehet gondolkozni, hogy Power of Evil mégis mit produkált vele. A mobilitása volt valami iszonyat erőteljes a játék egészében. Ezért is talán el lehet gondolkozni a tiltásán, míg egy Orianna tiltása nem biztos, hogy fog feszülni a Misfit. Talont vágják ki végül. Talon eléggé előkelő helyre került a tiltó listákon mostanság. És Perkszeren egyébként szeretik tiltani őt. És az Ari, amit ugye be is dobtál, ez nagyon érdekes lehet, hogy odaadják-e Power of Evil-nek, de lehet, hogy Perks egyébként elválasztja előle, viszont jelenleg a felső ösvény kapott még egy tiltást, Nautilust. Aha. Ezt a nagyon erős tankot ki kellett tiltani. De Mazahár átcsúszott a rostán. Mit én nagyon szerettem volna ezt a Mazahárt, ezt aláírom. Ó. A róluk pedig jó lesz vagy védelem szempontjából Mitty kezébe, de nem az igazi a Mitty kezében a Lulu, inkább a Mazahár. Állulj rá a kacsójára, de persze ezt már elvették. Ugye a Zyrákat érdemes talán még emlegetni, az is előbb-utóbb tiltólistára kerül, és régen láttam már elhozva is végül. De két választás ma már bevált. A Graves-ről nem is kell beszélni, Kakao mégis mit művelt vele. Hármas gyilkosságok tömkelege és brutális sebzés kiosztás összességében. És ő Trick is szereti. Az első között volt Trick, aki a Graves behozta az LCS-en. Uh-huh. És elkezdte ezt a Graves esedést az európai csapatoknál a jungle-ben legalábbis. Oh. Nem enged a G2. Ezzel viszont átadhatták Graves Kakaónak, aki egyébként szerintem könnyedén le is csaphat rá. Az, hogy Perks kapott egy Oriannát, lehet, hogy most megbeszélték vele, hogy Perks, nem villanunk be a csapatharc kellős közepére Oriannával. Legalábbis, hogyha nem tudsz egy négy emberes vonzás hullámot hozzá felmutatni, mint mondjuk Faker, akkor semmiképpen sem. De úgy tűnik, hogy még bíznak Perks Orianna játékában, illetve lehet, hogy egyébként a Rengart várja a G2, hogy Oriannával lehessen kombinálni. Viszont azon nagyon meglepődnék, hogyha a Misfits elválasztaná azt a Kalisztát, már pedig el is választják Hansamához. Hát Hansam a Kalisztája lehet, hogy jobb lesz, mint Zveni. Azért Hansam, amikor megjött, ő is Ginnyel kezdte a pályafutását LCS-ben, legalábbis ugye a tét meccseken. Azért Sven Ginnyt sem merném elfelejteni, de Caitlyn lesz nála. Ez megkérdőjelezhet, ugye Caitlyn Kalista párbajt, ha magunk elé képzelünk, oh. Egyértelmű Kalista win, míg Kakao Lee Sin-en gondolkozott, el is hozza.
Ez egy jó hír szemeimnek és füleimnek. Wow, Cacao Lee Sin nagyon-nagyon-nagyon szereti ezt a karaktert. Konkrétan ugye kiemelte, még Insek is kiemelte, hogy ez egyik legmagabiztosabb Lee Sin játékos Cacao még ugye Koreában. Ez a karakterrel, ha valamivel, akkor Cacao ezzel nagyon otthonosan mozog, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog vele csinálni, milyen rugásokat kaphat Caitlyn, illetve Orianna majd tőle. Erre viszont azonnali reakcióként a G2 elhozza a jelenlegi talán Mázár után a legtöbbet választott támogatójátékost, Lulut! Ami jó hír, mert így lehet küldeni Svennek pajzsot, speedet, vadonszavát, minden istenféle dolgát lehet nekik majd támogatásként megküldeni, és Orianna pajzs is lesz. Tehát igazából a valamelyik játékos védelmihez már csak annyi hiányzik, hogy még egy Iver is érkezzen mondjuk a jungle-be G2-hoz, akkor igazából minden teli van. És még egy támkencs felső ösvény mellé, na akkor aztán... És akkor így Svennek konkrétan kristálytiszta lesz a popsia. Úgy körbe támogatja a csapata. Gragaszt vágják ki. Ha valaki van nézte a Cica streamet, a Darcyx streamet, akkor a Gragaszokon kicsikét az ő álla is leesett. Bár ugyanúgy kikaptak, hát ki hitte volna, de a Gragaszok jó volt. Full AP-ba persze, full kreténbe. Megérkezett közben a Cannon tiltás, ugye, ami a felső ösvényesek ellen szól, elsősorban ugye Xpect és Alphari szerette játszani, Ahri pedig Power of Evil kezei közül lett eltiltva, nem akarják átadni neki, teljesen érthető tiltás, és a Misfitsnek nagyon kíváncsi leszek az utolsó tiltására, ugye nincs a G2-nál még se felső ösvényes, sem pedig dzsungeles, például egy Graves beleférhet a tiltások közé, hogyha úgy dönt a Misfits, hogy a Graves nem akarják átadni, de így is. Nem, Rengar tiltották el végül. Egyébként ez még érthetőbb, hiszen a csapat kompozíciója a G2-nak tökéletes a Rengar választáshoz. Ugye mind a vadonszavával jól lehet kombinálni, mind a Orianna végső képességekkel jól lehet kombinálni a Rengart. Így a tiltás érthető, viszont így a Gravesben maradt, de mondjuk meglepő lenne, hogyha egy Graves-t hoznának egy Lee Sin ellen. Ehelyett a felső ösvény szörnyeteg óriás krokodilja érkezik Xpect kezei közé, és Renektonnal bohóckodhatott. Na nézzük, hogy akkor most erre mit fog mondani a kedves Hansam, mert a Kalisztája készen van. Alfarira lehetne kicsikét... Hát... Renektonnal szemben, ugye így, hogy Kemir is ki lett vágva. Ó. 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 Jöjjök rá. Simán. Simán jó. Abszolút. Már van két fős frontvonala a Misfitsnek, és még nincsen beválasztva a középső ösvényes játékos, ami igazán még simán lehet egy Jace is. Nem biztos, nem menném biztosan mondani, de Orianna ellen akár ő is jól tud működni. De a Cassia faja sem elfelejthető, még a Viktor is. Mostanában nagyon Viktor a menü újra. Igen, visszakapta a középső ösvényes szerepkörét Viktor. Gyakorta hozzák újra, ugye a sebzés szempontjából, és egyébként a Misfits csapat kompozíció nagyon erős. Nek tűnik jelenleg a felépítés szempontjából, de nagyon érdekes lesz, hogy a G2 mit fog elhozni a dzsungelbe. Ugye gondolkodnak egy Elise-en, ami Lee Sin-nel egyébként érdekes párbajt fognak véghez vinni. A játék korai szakaszában mind a ketten nagyon jók a rajtaütésekben, Elise még a torony alá is elég könnyen tud érkezni. De hogy ez Trick és Cacao között mekkora párbaj lesz, mind a ketten nagyon agresszív dzsungelesek és nagyon jól teljesítenek idén az európai szezonban, úgyhogy Cacao és Tricknek ez nagyjából szinte egy leszámolásnak mondható. Brutál leszámolás. Érdekes kompozíció. Ha a játék elhúzódik sokáig, minden két kompa van igazából rendesen kurázs, és persze buké is van benne, mert azért a tankhiány az most nincs jelen, mint probléma, de visszaalakuló és visszafejlődő Gnárnál azért mindenképpen kéziféket kell húznia majd készféket Misfitsnek. Ugyanis oké, hogy Cacao ennek a magabiztos Lee Sin, tudjuk, hogy Lee Sin mit csinál late game-ben, jóval kevesebb, mint például early-ben. Épp ezzel kell nagyon figyelni majd arra, hogy a Gnar tökéletes dűmenedzsmentje tudja majd irányítani a mérkőzést, csapatharcokat a Misfitsnek, míg a másokat azért Renektonnak lesz bőven a lehetőség. És én mindenképpen ajánlanám a Renektronnak a mai napon látott Csocsi által készített tárválasztást, mert nagyon hosszú ideig sikerült Renektont úgymond játszatni, életben tartani, mint karaktert, hogy hasznos lehessen. Na most a Misfits csapat kompozíciója nagyon-nagyon
érdekesen van felépítve, hogy arra épül az egész, hogy Hansama és Power of Evil elég sebzést tudjanak kiosztani, viszont benne van az azonnali letörlés lehetősége is. Tehát, hogyha Kakao nagyon ügyesen ki tudja rúgni mondjuk Zvent, vagy Perksöt, egyszerűen Power of Evil darabokra fogja szedni, érkezhet rá egy pokoli marok is, és akkor még Alfrének is lesz ideje mondjuk átalakulni, falhoz vágni mindenkit a gnárral, mondjuk három embert. Erre pedig közben Hansama mit csinál? Ő csak hátulról dobálja a dárdákat és le kell szedni őket. Kérdéses, hogy a G2-nak lesz-e ideje arra, hogy a csapat kompozíciójának a védelmi lehetőségeit felhasználja, mielőtt ez a kábítás hegy a nyakukba érkezik. Hiszen a vadonszával meg lehet menteni egy embert, de akkor a következőt is ki lehet onnan szedni. És ugye nagyon fontos, hogy Trick azzal az Elise-zel mennyire tud majd jól pozícionálni, mert a Power of Evil-nek, illetve Hansamának védekeznie kell, vele is X-Pact-tel szemben, akkor a kompozícióból a sebzés kieshet, és Kakao és Alfari beragadhatnak az első sorban. Ez teljes mértékben így van, kedves Livius. Hölgyeim és uraim, elérkeztünk a mai napi európai LCS utolsó mérkőzéséhez. Unicorns of Love ugye a második meccsén visszajött, és így 2-0-ázta az H2K, de a Misfits, ahogy reméltük is mertük mondani, a G2-nak fejfájást okozott. Okoz. És ennek a meccsnek még bármi lehet igazából a vége. A G2 papíron, akinek hát nyernie kéne, de nem is olyan régen, egy 15 perccel még nem ezt hangoztatta Levius, hogy G2 nyert, vagy ütött volna be egy Nexus, hanem a Misfits tette ezt, és megint csíni a kompozíció. Ahogy mondtam, hogy Kakao is Trick játékán fog múlni most nagyon sok minden a játék első 15-20 percében. Az ő aktivitásuk is felemelkedés vagy ereszkedéseken lesz, aminek mindenképpen a tétek, hogy mit tud produkálni, mert ki baromira gyors és early játékban szuperálló jungle-es. Hát mindenképpen erős, akciódús early game-et játékkorai szakaszát láthatjuk majd valószínűleg a pályán. És egyébként kitérnék kicsit a középsősvényre, Perks és Power of Evil csatájára. Ugye Power of Evil megtisztulást hozott, tűnik, hogy ő szeretne mondjuk egy jó kis Google-ból például kilépni. Ezzel szemben ugye Perks gyógyítást hozott. Tehát ő úgy gondolja, hogy a Chaos Viharnak a végső sebzését, hogyha felgyorsítja magát, abból könnyebben ki tud lépni egy-két kábításból, a Chaos Viharból visszább lépni a gyógyításának köszönhetően, és ugye alapból Orion a gyorsításával. Ez egy nagyon jó döntés lehet Perks-től, így a középső ösvényen lehet egy kis előny. Viszont ami a felső ösvényt illeti, Spectre Nectonja jókora sebzést tud kiosztani, de láthatjuk, hogy például amikor a földrengető csapás így talál rajta, akkor egy jókora sebzést is szenvedhet el, valamint Gnárnál ott van az az előny, hogy ő teljes még mértékben ki tudja zónázni X-Spectre Nectonját, hogyha nem tud időben kábítani. Sutyarák, tükör, sutyarák, szedés, cibálás, ölés. Először Kakao, majd pedig ugye esik neki a védtelen sutyaráknak. És szépen azért a kis picin farmjainak köszönhetően, főleg az alsó és vénzben majdnem duplázza Hansama jelenlegi farmját. Nem arról híresek kaliszták, hogy a játék első szakaszában békésen és nyugodtan tudjanak jobban farmolni ellenfeleiknél. Főleg úgy, hogy agresszív támogató játékosuk van, nincs aki védje a lövészt. Vagy támadnak, vagy rosszabbul jönnek ki a cserékben. Kakao hátulról érkezik ugye ösvényről. X-Spec lehet a célpont, nem látszódik, most már abszolút végigmetett a bokorban Kakao, de inkább hazamegy. Ajaj, ez pedig Elise találkozó, Trick érkezik, jó a kifárasztás. Ajaj, Gnárnak kell visszább lépni, felemelkedés, leereszkedés. És 2v3-ban Trick csak kisétel nyugisan, nincs probléma. Üresség, védeket még le kellett vakarni magadról, Kakao pedig rajta ül az őrszemen. Ezért X-Spec szeretett volna még kicsit oda pörkölni valamennyire. Hát minden próbálkozás mellé, mind a gubó, mind a piltoveri büntető. Csak mit itt talált be? Csoda sebzések vannak, ami az alsó ösvényen, hoppá. Átalakuló Gnár, csak még nem hatos, ergo... Hát nagy lesz, de kevésbé fájdalmas. Legalábbis X-Pack szemszögéből nézve. A lövészké már nem ezt mondanám, ugye. Az Adi Kerik 2017-ben úgymond ténylegesen a, hát, ilyen kis papír fesznék a viharban. Az orkánban. Így könnyen porladnak, halnak meg is így nem is sokáig vesznek részt egy párházba, elég könnyen porladnak. Miti pedig azért bele-bele köp-köp éppenség az alsó ösvény tornya alá. Jön Kakao. Na nézzük, hanghullám talál Mitire. Zven lenne a célpont, lassítás jó. Nem szeretne villani Zven egyértelműen, csak gyógyít. Ez pedig egy jó hír.
Igen, a villanást nem sikerült kiszedni, és ugye, hogy nagyon fontos lenne kiemelni, hogy a G2 csapata nem rendelkezik kifárasztással. Tehát ettől az erősítéstől ugye elestek, közben ugye láthatjuk a twitterezők szavazatát, ahol megint a Misfits győzelmét várják, mint az első mérkőzésen. Tehát a G2 kifárasztás nélkül van, Tricky pedig nem sok életerővel egyébként. Az, hogy Miti égetést hozott el, közben Pávra Fivő kapott egy nagyobb sebzést. Igen, és nem véletlenül játssza itt a hülyét, akarta Perks valamennyire kijebb csalogatni, és abszolút ingyenes sebzéseket evett meg Pávra Fivő, hát ha kakaó tudott volna kijönni időben, de ez most nem történik meg. 14, 15, 12 és talán 11 farm különbség lesz a vége, hánszáma észben, farmási készségei között van egy kis különbség egyértelműen, de ha már a szavazást emlegetted, akkor azért azt hozzátenném, hogy a Misfits-ben vannak nagyon jó játékosok. Alfari baromira nagy meglepetésképpen van itt is. Uh-huh. Produkál szépet, hogy Kakaó is, Poe pedig nem kell szerintem reklámozni, hogy ki ő. De a G2-ben is vannak ekkora nevek. De az emberek jobban szeretnének egy Misfits-et látni a trón tetején, a trónban csücsülni, mint egy kicsikét, néha válvonogatós, elmegyünk nyaralni G2 csapatot, meg persze az a nagy képviségben sincs hiány náluk, egyszerűen jobban tetszik a Misfits, mint csapat, mint értéket képviselő csapat a nézők számára. Szerintem ez Magyarországon sincsen másképp. A G2 egy iszonyat jó csapat, de a tudás az nem mindig egyenlő azzal, hogy ki a kedvenc csapatod. Nem mindig a legjobb. Igen, és egyébként a G2-nak Európában mindig nagyon jól megy. Mindig nagyon sokat megnyernek, mindig, hát mondhatni, hogy dominálják ugye a szériákat, de aztán valahogy olyan nemzetközi szinteken elvéreznek. Tehát ugye sem az ilyen versenyeken nem nagyon akart nekik menni ugye tavaly. A világbajnokságos teljesítmények ugye a csoportkörből is kiestek azonnal. Valahogy a G2-nak ez nem akar összejönni, hogy a nemzetközi versenyeken nagyot mutassanak, és annak a teljesítménynek ez egy elég érdekes reakciója, amit ugye Európában viszont mutatnak, mert egész Európát megverik. Tehát nagyjából, amikor a Fnatic verte meg egész Európát még annak idején, akkor egészen eljutottak az elődöntőig. Perks pedig villant. Hanghullám talál, vonzás urám szép, mint válasz, és Kakaó megy tovább, a Kubo elő kell végül villanni. Ugyanis Trick jókor jó helyen volt, de Kakaó lereagálta. Nagyon szépen, kicsikét túl is vállalta magát, aztán le is reagálta jól. És végül az eredmény az, hogy Kakaó villanás. Kettő virulásért és gyógyítás cserébe. Szerintem Kakaó jól csinálta. Abszolút, és egyébként az a sárkánydűha, amivel ugye visszarúgta Tricket, az Perks-et is eltalálta, tehát mind a kettőjüket feldobta, így nem volt lehetőség a folytatásra, nem tudott tovább menni a G2, hát Kakaóra nem véletlenül reklámozzák annyira a vak kopasz úri embert, és most Lissire gondoltam. Értelek, abszolút. Bár ugye a látásodban semmi gond nincsen. Azzal, hál' Isten, még nincsen. Pedig az alsó is olyan pofoszkölt egy kicsit. Tehát Kakaó ugye már most is nagyon jól megmutatta, hogy milyen rugásokat lehet csinálni ezzel a Lee Sin-nel. De egyelőre a rajtaütések egyik csapat szempontjából sem sikeresek. Nagyon sok életerőt veszítenek minden egyes kis piszkálódásnál, viszont folyamatosan visszább kell lépni, valahogy úgy Trick meg Kakaó olvassák egymás mozdulatait. A dzsungeles olyan kis sakkpárbaj, hogy ki most hol van, az tökéletes. És hogyha megnézzük egyébként az őrszem játékot, akkor a Misfits eléggé védekezően helyezi ki az őrszemeket. Ugye a felső ösvényes dzsungelben van egy pár őrszemük, illetve ugye a sukerákkal rendelkeznek még. Kék gólem erősítés kap lassan Power a vívül, akinek azért van mit bedolgozni, hogy te is mondogatod. Azért a 22 farm előny az 22 farm előny Perksnél. Ez már szinte megszokott, hogy Perks farm előnye rendelkezik. Igen. Az eddigi szériában minden, akárki, akármilyen matchup volt, akármilyen karakterek érkeztek, mindig Perksnél volt a farm előny. Ez viszont ugye magában hordozza megint azt a veszélyt, hogy Perks kicsit elbízza magát. Itt pedig Kakaó érkezhet X-Pactért a felső ösvényen toronyalá. Lesz rugása, nem lesz villanása, viszont van őrszeme, amit tud használni. Az utolsó őrszemét kell előlülni meg Kakaónak. Legyőzhetetlenség. Olyan hosszú végső kíves idő, végső tudtam mondani. Már be is nyomta X-Pact. Egyelőre távolról nifiteli az, hogy ostromolják a tornyát. Veszély kicsikét kezd elhárolni Kakaó, és most már lemond a támadással, de Kakaó felbukkant. Trick pedig azt mondta, jó, akkor most sárkány. Mert ingyen van fönn a jungle, ez egyértelműen. Az első toronynak köszönhető, és kicsikét a farm előnek köszönhetően, amely ugye jungle középső és lövészként látszódik.
Van 2000 arany elő, megemlíti, jó a felütés. Áfelé csak vissza ugrik. Villania sem kell, nincs probléma. Három fővel támad a G2, amire semmilyen válasz nem fog tudni jönni. Valszeg. Na most, mintha Misfits kicsit megint elvesztette volna a gyeplő. Egy az, hogy Trick ugye Kakaónak nem sikerült rajtaütése, ilyen volt Alphari ugye nagy Gnár formában, tehát meg a Gnár formában. Nem sikerült rajtaütés. Ezen buktak egy hegysárkányt, ami ugye G2-hoz vándorolt. Ráadásul most már kettő darab tornyot is elvesztettek. És oké, hogy most hárman érkeznek erre a alsósvényes külső tornyra, de cserébe mit csinál a G2? A felsősvényen a kettes tornyot szorongatja már két emberrel. Ott van persze közelben Trick is, hogyha bármilyen rajtaütés érkezne. De erre a Misfitsnek egyelőre nincs reakciója. Ledölt a torony, de a felsősvényen még mindig a kettes tornyot fogta, le fogja dönteni a G2. Senki nem jön rá. Perks. Hopp. Ez idő. Egy 10 óra, ami nem múlt, akkor nem mondom. Szerencsés játékos Perks. Aignar, végzőképesség, ugye legyőzhetetlenség, meg pár másodpercen múlana csak. Alferi pedig lealaptámadás az a végig, de ezt Renektont táskát csináltak a fiúból. De jön a G2 Dozer szépen válaszolni, míg azért Hansama végre a felső ösvénynek a minionit lekaszabolja. Két torjot bukott fönt a Misfits. Összességem, hogy három egy döntő tornyok száma mindenképpen kellemes a G2 javára, de X-Pack valamiért csak meghalt, és el is villant ráadásul, ahogy Poe is. Igen, ez az előző mérkőzésnek az arany különbsége, ugye a Misfits oldaláról vizsgálva. Látható az, amikor egy-kétszer ugye megingott a Misfits azokban a kis visszaesésekben, akkor ott látható is volt ez a kis zuhanás, és egy visszajátszás ugye X-Pact elhasználja az elképességét arra, hogy támadja és aztán visszavonuljon. Ignár ennek köszönhetően csak ráugrik és a pokoli marokkal kábítja. Hiába villan már X-Pact, teljesen fölösleges volt, Alphari be tudja őt fejezni az alaptámadásokkal, így mondhatni, hogy nem biztos, hogy jó döntés volt, hogy elvillant. Ugye azért villant, hogy a legyőzhetetlenség még visszatérjen, de nem sikerült, nem volt elég ideje már hozzá. Így el kellett köszönnünk X-Pact-től, így az első gyilkosság a Misfits-hez vándorol, viszont az aranyelőny még mindig a G2-nál van bőven. Perksnél szintelőny van, farmelőny van, és nagyon szeretné Powerfield még a tornya alatt is kicsit megkínálni golyókkal. Úgy látszik, hogy Poe nem vező Perks golyóira. Jön Aignar három fővel szemben, még szemből Powerfield zárhatja majd a sorokat. Aignar végső képessége, ahogy látom, lassan lesz. Így valahogy Poe védekezik, három fővel van itt van a G2. Nagyon szeretnének még több tornyot hozni, és ezen Zver nagyon csúnyán és gyorsan dolgozik. Kakaó hankulám előlép vissza a hálóval Zver. Marad az 1-0. Kicsit, mint hogyha a G2-nál érződne megint az agresszivitás. Zver nagyon-nagyon közel volt a végzetéhez. Ez a hankulám csiklandozta a fülét szerintem. Érezte azért, hogy ez betalálhatott volna. Az elképességét elhasználva okosan visszább lépett, így nem talált rajta. De ha igen, akkor ott lehetett volna egy villanás-rugás kombináció. Zvennek komoly gondjai lehettek volna, legalábbis egy villanás mindenképpen el kellett volna használni, hogy túlélhesse. És ugye mivel kifárasztással a G2 nem rendelkezik, ezért nagyon gyorsan fogják eltakarítani a pályáról a G2-s játékosokat, hogyha egy ilyen helyzetben egy ilyen könnyen ölhető karaktert kapnak. Mit így csak a vadonszavával, illetve a pajzsival tudja megmenteni. Ó, ez a hírnök nagyon jól fog tudni jönni Alfarinak. Az biztos. De még azt mondom, hogy Lee Sinan se rossz, de jóval kevésbé éri meg rajta, de még akár ez is elképzelhető. Ha Gnár megkapja, akkor igazán még kicsi Gnárként is tudja vállalni a párharcokat 1v1-ben, a hosszabb váltott ösvénytalás alatt, így meg is fogja kapni a jól láthatóan. Ez egészen 34 percig rajta is lesz. Egy nagyon jó bónuszhal lesz előrébb így a Misfits csapatának felső ösvényese. Nagyon csúnya az 1-3. Ezzel mindenképpen van mit korrigálni a Misfitsnek. Hozzátenném, hogy a felső esvényen levő toronynak hát csak fél életreit sikerült eldönteni talán. Annak még mindenképpen van híja. A középsőnek talán nagyobb esélyt látom a közeljövőben, hogy eledöntsék majd. Mert azért ne felejtsd el, hogy a T2-es torony is el lett bukva Misfits felső esvényénél. Tehát nagyon későn kezdi majd ugye öldökölni őket a minionok, egészen inhibitor mellett levő torajnál. Pokol és sárkány lesz, de mi ez a nagy ping párbaj?
Igen, össze-vissza pingelnek, úgyhogy oh! Kakao gubóban, kávétásban elvillanva, és jön Trick Kakao! Azért, amikor van 10 HP-d, és egy Renekton is még az arcomba teleportál, azt úgy hívják, hogy szarügy. Ágnárnak kell visszább lépnie, és X-fet mehet be a buliba. Ágnár kábítva, és még nincs villanása. Hát ez probléma. Először meg kell, hogy a Hansam, Ágnár pedig a jó indulatból nem hal csak meg. 2-0-ás erőszerségében. És talán az alsó is, hogy T2-es tornya is még benne lehet a célkeresztben. Vagy a sárkány. Vagy mindkettő. A Misfits-et most lejátszották a pályáról az őrszem játékban. Semmi fogalmuk nem volt, hogy mit fog csinálni a G2 azok után, hogy Kakaót megölték. Azt sem látta Kakao, hogy érkezik majd rá a Gubó, de ezt ugye majd a visszajátszás során valószínűleg láthatjuk. Viszont nem is ez volt a lényeg, hogy Kakaót elkapták, mert oké, benne van, hogy most ott véletlenül elkapnak és nem látod. De az, hogy utána az alsó ösvényen két embert még úgy tudtak megölni, hogy erről a Misfits meg fogalma nem volt, hiába próbálták visszább lépni, már bőven nem volt elég, pedig látták, hogy hova teleportál X-Bag. Kakao azért jön, a Lee Sin hanghullám, sebzés, többlet és a sújtás elég lehet, Kakao nekem egy bomb, és elsújtja! Na ő Kakao, Lee Sin is lehet támadni, Poe viszi elől a mezőt. Hát ez ennyi volt. Tény, Milland Sven, nem kellett félteni, de Kakao azért az előző halál csúsája után kicsikét szépít a Misfit csapatai érdekében. De továbbra is a külső tornak még állnak a G2 középső és felső ösvény, azokkal mindenképpen kell dolgozni a Misfitsnek. Azt hiszem, hogyha valaha meg akarjuk mutatni, hogy hogy kell ellopni egy sárkányt egy Lee Sin-nel, akkor ezt a mozdulatot kellene megmutatni. Ugye láthatjuk is, hogy visszajátszás során van rálátása a Misfitsnek, innentől kezdve, hogy talál a hanghullám, bemegy, megjön a sebzés, és a sújtás triktől ki sem megy, aztán teleporttal érkezik a hátsó sorba, ugye Misfits felsősvény, és ennek villannia kell, visszább is vonulnak, egyértelműen csak a sárkányra ment ez az egész. Nem igazán lehet egy sújtás plusz hanghullám találati sebzését összeadva jobban lesújtani Tricknek. Tehát lehetetlen. Vagy korai lesz, vagy nem sújt. Pontosan. Ha 1100 HP-nál megy, amikor kb. 500-600 ér a sújtás, plusz van egy 280-as hanghullám sebzése, akár hogy adjuk össze, az 7-800. Tehát esélye nincsen Tricknek ezt lesújtani idő előtt. Vagy egyszer jön ki a sebzés, vagy sehogy se perks. Lép vissza, van még villanása kell. Ágnár húzza ki magát éppenséggel. Két fős hanghullám, vonzáshullám. De ez még nem elég, mert Perkzor azért még túl sok sebzés nincsen most, ugyanis Sejemöv a második kész tárgya, ami azért valahol respect. Nagyon sokan mondják azt, hogy majd veszek egy Sejemövet, amikor már késő. Alfarinak képesség még van Gnárja, Gnárnak, de meg sem tud mozdulni. X-Pack pedig mehet. Lulu által kapott sebességgel lehet nyugodtan menni Káoszfira válaszjön Power Fivültől. Van sebzés bőven. Abban a Misfitsben is még. A cserre marad 1-0-ás, nem lesz minion, szépen lassan meg fognak halni. Jönnie kéne, a G2 viszont T2-es torrat hozhat, és hoz is. Megint jobban jöttek ki ebből. A G2 zseniális stratégiai érzékkel játszik most. Nem úgy játszik, mint az első mérkőzésen, ahol a Misfits hozzá sem tudott szagolni a meccshez. Most a G2 egy olyan Misfits-el játszik, aki viszont nem csak elszenvedi az ütéseket, hanem válaszol is rá. Ezeket az ütéseket viszont a G2 elviseli, és ebből ad egy kontraválaszt az ellenfelére. Tehát most is például, ugye ebben a csapatharcban a Misfitsnek voltak tökéletesen jó húzásai és válasz lehetőségei, de a G2 mégis úgy tudott ebből kijönni, hogy nem elég, hogy a gyilkosságot elhozták, még tornyot is tudtak dönteni. Így konkrétan egy 3v3-as csapatharc volt már a végén, hiszen ott volt Sven és Trick is a toronynál, és ők azt döntötték le inkább. És egy perc múlva elkezdődik szépen a baromnasornál levő őrszem játék is mind a két csapattól. Azért ez az 5000 arany előny ez a G2-nál most egyértelműen jelzi az 5-1-es torony hátrányt. Miközben szünet. Majd szépen várjuk a Skype-ról való információs pakot, hogy mi is van a szünet. Hölgyeim és uraim, majd lehet, hogy néha miért az arcunkról is vágunk be egy pár képet, mondjuk most. Egy varázsló is elveszett bennem, vagy pedig túl jó az összhanga streamkezelő úrral. Az is lehet. Nincs még infónk, hogy miért van szünet. Szünet van. Ahogy néztem, nagyon gyorsan reagált rá a G2 a legalábbis a füles levétellel, tehát valószínűleg ők hívták meg a szünetet, hogy milyennek az oka, még az is lett a remake. Mondjuk megint rossz Orjannak golyója. 3 lett belőle a 2-ből. Mondjuk azért az már valami. De, bocsánat, mikrofon probléma a Misfits oldalán. Ez az üzenet.
az, hogy kinek milyen üzenet, pontosan milyen hibája van, ez egészen az eltört mikrofontól a zajos recsegés mikrofonig bármi lehet, vagy nem veszi hangot, vagy nem megy a hotkey, vagy akármilyen, akármi lehet igazából, mint probléma, nem jó. Ezt mindenképpen korrigálni kell. Nem tudom hány ezerszer mondjuk mindig el, hogy mit jelent egy kommunikáció egy ilyen mérkőzésen, rohadt sokat. Ha nem jó a mikrofon, állítsd meg, csináld meg, legyen jó. Persze, ez mindenképpen... Ez kötelező. De ennyi volt a szünet. Nem volt olyan komoly gondjának a mikrofonnak, úgy tűnik, mégis be kell kapcsolni, ha működőképes. Lehet azért volt ennyi ping amúgy, amikor kiemelte, mert nem volt mikrofon. Hallottok? Ping, 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 ping. Két ping, ha hallasz, egy, ha nem. Vaj, itt vagy? Ping, ping, ping. Lehet, igen. Morzésztak. Hát mondjuk elég jó kis kommunikáció. Főleg, hogyha ő a shoutcaster... Shoutcaster? Shoutcaller. Vagy hívják azt? Shoutcaller, igen. Shoutcaller. Jó van. Valamire összekutyultam. Ne nézzük. Visszajátszás. Ugyebár itt a pozíció a Misfitsnek várja a G2-t. Nem látja őket. Persze nagyon szép a villánsignált, de a... Hopp, itt közön pedig. Ennyi volt a visszajátszás. A gravitációs mező jó hátul tigre is pörkszre. X-Fag pedig le lett vakarva a kakaó hátsójáról. Hansa pedig szépen állíthatja a láncsáit X-Fag hátsójával, ami neki nagyon komfortos játék, ugyanis Kalista egy nagyon jó tankölő. Vetekszik egy Vayne-nel, mint tankok kinyírásában idő előtt. És mobilitásban azért egy Kalista igenis tud jeleskedni bőven vígan. Inkább egy ilyen erőtitoktató találkozó volt ez, mint hogy csapatharc. Ugyanis a főbb végső képességek nem mentek ki. Lásd, Kalista végső képesség, Perks végső képesség. Hát X-re picit megnőtt, de hát ez ilyen. És egyébként meg az, amiről ugye még az előző mérkőzésen beszéltünk, hogy meg kell állítani Kalisztát, most kicsit mind a kevesebb lehetőség lenne a G2-nak. Mert persze, ott van X-Pact, aki, hogyha közelébe férkőzik, tudja kábítani, de igazából, hogyha Hansama figyel erre, illetve Aignar figyel erre, és még Kakao is lerúghatja róla, akkor abszolút nem tud ugye odaférni ez a Renekton. Trick is érkezhet rá, hogy a Gubóval találjon, de találkozó szintén... Találkozó X-Pact Alfari. Átalakulóban lesz szépen lassan Aignar, de jön egy Trick is. Lehet Gubózni szépen lassan átalakult Aignar. És egy emberre ment ki csak a végső képessége, ez valószínűleg halál lesz. Jól megnézed, akkor már Perks nem is jön. Simán ő is elé került volna, hogy a hátsó sorokból. Mondták azt, hogy pff, ez is simán meg fog halni, lesen megyek értelme, nem én is kellett. Menjek. A barona sorra is van lehetősége akár most a G2-nak. Ember előnyük van sokáig. Teleportja X-pedek nincsen. Ha ő lent marad, akkor valakinek lent kell maradnia vele. Ergo... Így is emberreimben van a G2, vagy pedig öten mennek a T2-es toronyra. Toronyban eddig is jeleskedtek. Akkor miért ne mennének tovább? Ugyanis Nexusra játszák ezeket a meccseket, nem pedig Baron Nashorra. És ugye rendelkeznek ráadásul egy hegysárkánnyal is, tehát a torony döntési potenciál mindenképp bennük van. Na meg aztán nem szeretném, ne is említsük Svennek a két linjét, aki ugye nagyon könnyen le fog szedni bizonyos tornyokat azzal a Run Hurricane-jával ugyebár. Mindenképpen gyorsan tudnak leszenni, viszont nem mertek tovább menni a G2-sok, inkább csak az alsó ösvény kettes tornyát szedték le, nem vállalták be az inhibitor tornyot. Itt pedig a Misfits egy kis őrszem takarítást szeretett volna végezni a baronnal. És kell sornál. Is, mert már sokan erre mondjuk el, hoppá! Ez az első komolyabb meglepő a Misfits-től is, milyen jó! Szép volt. És most ők is érzik azt, hogy mekkora erő van az őrszemekben, ugye? Mindig az őrszem múlik az, hogy valahol tudsz-e meglepetés okozni, vagy neked okoznak meglepetést. Ez pedig persze rohadtul nem ugyanaz. Legalábbis egyik kellemes, a másik nem. Pokoli sárkány a Misfits javára már második 16% plusz sebzés. Senki nem fog beleszólni. És ezzel a csapatharcokban jeleskedhetnek. Hozzátenném, hogy azért most még tárgyakban van bőven hátránya. A két lövész között is elég nagy különbség van tárgyakat nézve. És akkor Orianna-ra ne is beszéljünk Viktorhoz képest. Az ő robbantás ereje most egész magas. Ludenwigsnek azt szerintem pár száz aranya múlik, hogy ez megvehesse Perks. Viszont Alfari mehet nyugodtan az alsó ösvény, és neki teleportja van, viszont X-5-nek nincsen. Kérdés, igen. Ennyit lát a Misfits. Nagyon jó kis képernyő a kis térképen. Tessék megnézni. Semmit. De tényleg semmit. Egy választóbokor, meg a épességgel Alfari rohangál. Északi jungle nulla. Baron mögött, Baron mellett semmi. Baron fölött van egy kék valami. És egy messze látva gömb, nagyon későn telepontja épessége lenne Alfarinak. És jön is, feldühödve jön. Alfari az még épessége jó is lehet, csak hova lehet menni? Hátulra!
nagyon messzire. Rár nélkül a Misfits, jó vonzás hullám, és nem veszít embert a G2. Följött Alfari, de semmi értelme nem volt följönnie. Konkrétan, amit semmi értelme nem volt. Igen, és most eléggé nagy bajban van a Misfits, hiszen a G2 mostantól kezdve ezzel a baronnasorral azt csinálhat nagyjából, amit szeretne, ott mehet előre, ahol akar, és nagyon durván ostromolni is fogják azokat az inhibitort védő tornyokat. Kérdés, hogy sikerül-e majd betörni, mert a Misfitsben azért van bőven minion eltakarítási képesség, ugye azért Viktort nem kell félteni, és Kalisztát sem ebből a szempontból. Nem egyszer láthattuk már, hogy azért ez, hogyha ilyen szintű minion eltakarítás képessége rendelkezik az ellenséges csapat, akkor a baronnasor áldásával való erősítés sem mindig elég ahhoz, hogy be tud jutni az inhibitort védő tornyok alá, vagy ha be is tudsz menni, akkor viszont embereket is kellhet áldozni érte, vagy legalábbis villanásokat, amiből, hogyha jól látom, a G2-nál egyelőre minden idézői képesség elérhető, trick sújtását leszámítva, de az pedig hamarosan vissza fog térni. Az előbb a baromnasornál a felső őrszemre jött volna a teleport Alfariról, akkor azt mondanám, hogy be is lehetett volna zárni a G2-t. Szóval lentre ment, már az érkező csapat a mögé, pedig elvileg a frontvonalban játszóknáról beszélünk. Na mindegy, felejtsük el, halál nem belőle, csak egy ingyen baromnasor a G2 számára, a hanghullám talázverre. De ezért persze nem fog bemenni Kakao. Hát, expect Melni, hát, talán Alfari tud vele egyvégyezni egy darabig, és el van vele. De senki más azért annyira nem szeretne Renekton mellé leparkolni, mert nem túl kellemes. Egyelőre ugye pontosan az történik, amit kiemeltünk a korábbi szituációban, hogy nem tud egyelőre G2 bejutni alá. Alfari pedig X-Spect-tel pofoszkodik itt. Úgy tűnik, hogy X-Spect próbál visszalépni és elhasználja a végső képességét. De Alfari csak dobál és dobál, nekik Perksnek kell érkezni, hogy megmentse csapattársát. Na pontosan ezért jó, hogy Gnar ugye egy Renekton ellen, amit már nem is egyszer beszélgettünk ugye itt a stúdióban, hogy miért nem hoznak Gnar Renekton ellen. Renekton annyira benne van a metában, most láthatjuk, hogy azért nem rossz Poe. Kellemetlen sebzés, hát a kérdítés pluszban jön a teleport, ez mindenképp jó lehet még, X-Spectin meg maximális életerőn, visszább kell zárni a Misfitsnek. Még ugye Gnar át van alakulva, de nem sokáig inhibitor lesz döntve. Középsősén megy már át kapásba Alfari. Ugye csapatharcra már lemondott a Misfits. Milyen is visszaalakult Alfari nagyból kicsibe. És mit lehet akkor hozni cserébe? Semmit. Megint bejebb a G2, most már 7500. Az arany előny kezd egyre inkább beérhetetlennek tűnni a G2 előnye. A Misfitsnek azért vannak még lehetőségei a visszatérésre. Gondolok itt például a két darab pokoli sárkányra, amíg a 16%-os sebzés. Meg a düpengés Kalisztára is. Pontosan, Kalisztán ráadásul düpengével rendelkezik. Hogyha jól tudnak megjátszani egy csapatharcot, és Kakao jól tud rúgni valakit mondjuk be a csapatharcba, és azt könnyen kitakarítják, onnantól kezdve nagyon nagy előnyben lehetnek. Ugye lejár a baronnasor áldása a következő 10 másodpercben, egyértelműen pozitív Baron Power Play-t játszott meg a G2, viszont most nagyon kell figyelniük, hogy nem követhetik el azt a hibát, amit az előző mérkőzésen, hogy egyszerűen elbízzák magukat, nem mehetnek be, ugye például Perks nem mehet be a csapat kellős közepére egymagában. A G2-nak most kell hidegvérrel és nyugodt fejjel reagálnia minden egyes hívást megtenni, és egyelőre egyébként ezt ezen a mérkőzésen remekül csinálják. Viszont hogyha most túlvállalják magukat, és a Misfitsnek esetleg sikerülne megölni három embert, akkor onnantól kezdve megint két élő penge lehetne a mérkőzés. Egy felhősárkán fog születni, amit ha darabig nem szedek le, akkor leószettem elemi sárkán nem is tudom lesz már. Most jön fölfele Alfari, az alsó ösvény minionjait ölte végül meg. Nagyon kell figyelni ezt a baron. Nosor Pálapri, mondjuk az nem is annyira fontos. Neki nagyon kell figyelni a dühét majd Alfarinak, mert eddig a két küzdelemből egyetlen egyszer sem volt jó. Így van. A dűmenedzsmentje, ezt valahol köszönhető persze a G2-nak sem, ők sem hülyék, de amikor Alfari már kezd visszalakulni, és kezd már kevésbé dühös lenni, akkor fognak mindig támadni, mert akkor Alfari úgymond kiveszi saját magát a csapatharcból. Ez egy ilyen sakjátszma amúgy mindig a Gnárral szemben játszani. Egyszerre két csapda, Kakao, az igen. Ez egyébként egy nagyon negatív dolog a Gnárban, tehát hogyha pontosan ezek azok a szituációk, amikor Gnárral nehéz játszani, amikor hátrányban vagy. Mert ha ti tudtok kezdeményezni egy villanás kombinációval, nagyon jól előre lehet menni Gnárral. De amikor például ugye ösvényt kell takarítanod egymagadban, vagy
egyszerűen az ellenfél rádugrik, és te most pont abban a szituációban, hogy ki fogsz esni a gnár formából, akkor onnantól kezdve az a karakter, hát a további fél percben legalábbis a kábításaitól meg van fosztva. Jajjaj, üresség lény miatt tudott dupla head csúszni X-Pact, és ezért villant el a gnár. Persze nem érte meg neki arra fele járni, de őrszemeket kell pótolni. Jó párszor beszélünk a Misfits őrszemezéseiről, hogy nem a legjobb, nem látok túlságosan sokat. Ezen Aignar nagyon sokat próbál dolgozni. De azért ő is véges számban rendelkezik őrszemekkel. Egymaga kevés azért, hogy az őrszemjátékot lejátsza. Közben pedig egyébként készül a sebzés a Misfitsnél, ugye láthatjuk már a félholcsapást Viktornál. Úgyhogy nála mindenképpen lesz sebzés, és hát ugye ezzel szemben mondjuk Perks Orionnája már ismét rendelkezik Luden vízhangjával is, és egyébként ez egy nagyon-nagyon sokszor mentette meg az én... Az igen! Zven a nevem! Au! A fejed lereszelem. Ez az alaptámadás tömkedege. Persze azért a kis pixit se felejtsük el. Igen. Ez csapatmunka volt. Igen. Még egy csapatmunka. Miti mondja, Zven, menj, lőj! Oké. Okay. Csapatmunka, zárója bezár. Pixi, menj, segíts neki! Igen. Pixi, menj, segíts neki! Hát igen, ugye ilyen egy Caitlyn, amikor egy Lulu megtámogatja, és Runan hurikánja, illetve a gyors tüzelő ágyú is elérhető már nála. Látható, hogy milyen gyorsan és könnyedén szedte ki Aignárt a mérkőzésből. Szegény Aignár úgy tűnik, hogy a... Nézzük meg ezt a képet! Semmit nem látom a Misfits. Sehol. Sötétség. Semmit. Sötétség. Abszolút teljes mértékben. Pedig 20 másodpercben marad a sor. Tehát addigra valamit kell tudni produkálni, a rálátásán javítson a Misfits, mert ez elég csekély. De hogy? Az alsó ősvében folyton jönnek a minionok. Oda mindig kell egy ember, leginkább Alfari, aki majd egyszer fölteleportol meg a gnárként, és végre egyszer egy jó gnárt a gnártól megnézni. Baron Nashor születés effekt pedig ott volt a bal alsó sarokban. Él a gyík. Zven pedig ott van, megvan indítva, megint csak lőhet. Tyutyú, tyutyú, tyutyú. Minion Aignar, akit éppenséggel ér, azt lövi. Őrszemek megint csak kipucolva, már megint nem lát semmit. Van egy messze látott gömb talán bent a baronnál. Megváltás. Akkor lehet újra próbálkozni, még egy őrszempucolás közben. A labdára nagyon kell figyelnie, majd is Aignar bele is lép. Megkérdőjelezném, de... Perks nem látsza focálat, hogy itt már csak húzni kell a G2-nak az időt, és nem engedni senkit sem haza, mert a minionok dolgoznak, bár eddig. Igen, élet az inhibitor, úgyhogy Alfainak haza kell térnie. Uh-huh. Viszont teleporttal rendelkezik, tehát hogyha egy baronnasor indítatás lenne a G2-tól, akkor Alfainre tud reagálni. Kérdéses, hogy ugye mivel ő most itt minionokat fog takarítani, be tud érkezni meg a gnárba majd a csapatharcba, hiszen neki át kell majd mennie. Na kakao! Na kakao! Na lesz a lopás! Meg kell próbálni, nincs mese kakaó, rajta a világ szeme. Miti kivillan rá, felütti minden. Wow. Miti, player of the game, egyértelműen kakaónak nem volt idei sújtani sehogy, se bemenni se volt lehetősége. A G2 bajban, a Chaos viharból lett kizavarva. Még egy kis villanás, rugás, miért is ne? Összeesik trikk, aztán pedig meg is kell ölni a hanghullám korai. Föl, majd le, és nem engedik végül villanni sehogy sem. Aignar rámarkolt trikkre. Közel volt, igen. Kellett ismert Trigg, még kicsit odaig lép, villanás a szevasz. Igen. Sok mindent áldoztak egyébként Trigg gyilkosságának elhozásáért, hiszen Kakao egy ilyen inszekes rugást mutatott be, hogy mögé villant és a sárkány dühével visszábrugta Trigget, aki pedig megint ki tudott volna jutni, viszont a pokoli maroknak köszönhetően így már nem volt lehetősége. A G2-val most volt valamilyen istenség, hiszen az életerők, amiken megmenekült például Zven, az nem sok. Ugye nézzük csak a visszajátszást, tehát ugye Kakao ott helyezkedik, látják az őrszemnek köszönhetően, hogy ott van Kakao. Így, ezért fog Miti ebben a pillanatban kivillan, elhasználja a vadon szemet, Kakaónak lehetősége sincs, viszont nagyon szép a gnár végső képesség. Aignar még a közelben sincsen, Perksnek ki kell onnan villannia, Alfai óriási sebzés kap, X-Pactnek is villan, Zven pedig a káosz viharral tökéletesen lehet kizónázni, így itt van a visszarúgás kombináció, Aignar pedig pont időben érkezik ahhoz, hogy a pokoli marokkal még le tudja fogni Tricknek azt a kis pókicáját, és le tudják őt szedni, de ez egyetlen egy gyilkosság teljesen megír egy négy emberes baronnasor. Muszáj volt megfogni azt a trikket, és itt van az, amikor Alfari-Alfariként jön be, nem pedig kis cicaként, ugye, kis gnárként, ilyen, amikor gnár ki tud teljesedni, be kell menni, bevillanni, falhoz kenni, minél több embert, az már egy ilyen gyors pauz az időben, odaérjen a csapat ugye a maradék sebzést kivitelezni a játékosokra,
Azért hozzátenném, hogy Alfajnak egyébként nagyon ideális volt a pozíciója, mert ugye egy Gnár végső képesség a Baronna sorodójában, ez egy tökéletes szituáció, hogy hát Gnár játékosnak látszott is, hogy azonnal villogott a G2, el is villant, ugye azonnal Perks, X-Pac-nek is villania kellett, Mitty ugye kifele villant, tehát ő azért, hogy megállítsa Kakaót. Sebezven, főleg úgy ingyen sebzés ilyen távolságból, Power of Evil és Kakao nézi a lehetőségeket. A Lulu Speed miatt elég nehéz hangkulámmal eltalálni Svent, ha eltalál, akkor vissza is kell lépni. Nincs villanás a Kakaónak. De a pajzs levédi, nézd meg Svent mit kap, pajzs, lő, inhibitor meghalt. Mondom, én véd meg a lövészet kompozíció. Ez véd meg mindenáron a lövészet kompozíció, igen. Mindenki tud valamivel segíteni, ha úgy van. És van egy két tankos karakter még emellett ugye G2-ban. X-e pedig a felsősén tornát döntögeti. Jön Alfari, csak kergetőzni. Na már most ez a 7.5-ös változtatások pontosan ezt fogják jelenteni, hogy a lövészek ilyen szintű fontosságot kapnak megint, akkor ez érdekes lesz így a season 7-ben eddig mondogatva, hogy ők mennyire nehezen és mennyire nagyon szenvednek. Hopp! Ó, Egnár villanvégézben ért. Jó az a sejmöv használat. Svennek az életét körülbelül hatodjára menti meg az, hogy ő az elején vett egy sejemövet. Olyan szintű fókusz van rajta, ami elképesztő, de ez ennyit csinál, hogy pokoli maró, sejemöv, köszönöm szépen, és akkor ott közben mehet a vonzás hullám, és hogyha mondjuk kap még egy kábítást, az azt fog eredményezni, hogy Svennen nincsen fókusz, innentől kezdve megerősített lövéseket kioszthatja, hogy csak tudja, ami csak kifér belőle. Látható is, hogy Sven teljesítménye. És ez csak egy dolog, és ugye ami legrosszabb még az egészben, hogy Aignárnak ez lenne az ereje a karakterében. Pontosan. Villan végső képesség. Ugye ez, ha valaki egy gombbal lereagálja, az kb. Egy 2 perc kiesése a karakternek. Tehát már kevésbé erős így ma az ármi, és ilyet nem tehet meg. És mind a két kulcsfontosságú karakter, Orianna, Caitlyn, második tárként ki is emeltük. 13. perc, ó, mit sem ez a vonzás, uram, hát semmi. Miért? Mert ott a sejemöv második tárként, ezt ne felejtsük el. És pokoli sárkány, most már a G2 lép ki, érte? Ennyi volt a gyereknap a Misfitsnek. Nincs több pokoli sárkány. És nincs több elemi sárkány ezen a mérkőzésen. És 10.400 az arany előnye a G2-nak. Hát elég sok. Nem kevés. Hát, semmiképpen semmilyen szép színskálája van egyébként a G2-nak a sárkányok szempontjából. Ugye három különböző is, a Misfitsnek pedig két ugyanolyan. És a G2-nak ez egy nagyon fontos célpont volt most, mert ha egy harmadik pokoli sárkányt is odaadnak a Misfitsnek, akkor ez egy olyan szintű sebzés előnyt jelenthetett volna a Misfits csapatának, amivel már számolni kell, főleg, hogy ugye érkezünk most már ez a játék bőven végső szakaszában vagyunk. Elmúlt ez a bűvös 35. perc. Bárkinek a halála, két vagy három embernél több halál, az már a mérkőzést is jelentheti, de legalább ugye egy baronna sort, feltéve, hogy még visszatér az idézők szurdokába, miatt befejeznék ezt a mérkőzést. Vannak most már kint egyébként őrszemei a Misfitsnek, sikerült egy kicsit visszább jönni, de amit a G2 csinál, az nagyon szép, folyamatosan takarítják őket, tehát a Misfits ezzel egyszerűen nem tud lépést tartani. És Sven tényleg a klasszikus MG-t játsza. A lő is... Előtte, mögötte, fölötte, körülötte védelmi bástyák mögül lőhet nyugodtan Sven végig. És ilyeneket is megtehet, így előrefele szalad, mert rengeteg pajzsot kap, rengeteg sebességet. Tehát duplán lehet valakit speeddel boostolni, Ori és Lulu egyszerre. Hopp. Kakao viszont megunta, jön rá minden Svenre, meg lehet ölni Svent, de nézd meg azt a vérszomjas dolgot, hogy úgy lehet cipálni, vonzás hullám, de végül Poe kettőgyilkosság, és Alfari mehet elől, Svent túlságosan kreténben nyomta, és be tudott Kakao érte menni, Pikpék vonzás hullám, Zonya homokóra, ez biza, több mint fél perc, háromfős ember előnyben, csak hát inhibitorok nélkül, igen, ostromló minionok konkrétan, és nézd meg azt a vérminiont! Hopp, meg ezeket a vérminionokat. Hát az a háromfős ember előny inkább ugye a G2-ra vonatkozott, hogy ők onnan megnyerhetik a mérkőzést. A Misfitsnek ez inkább csak egy visszatérés lehetett, de gyönyörű szép volt egyébként, amit a Misfits csinált. Amit Kakao csinált. Igen, tehát ez egy igazi profi Lee Sin-es játék volt, amit láthattunk. És megint az van, hogy Sven elbízta magát. Ez most egy rossz pozícionálás volt ettől a lövésztől. Megpróbálták megmenteni, mindenki érkezett rá, de egyszerűen nem volt elég. A Misfitsnek sikerült elhoznia ezért most egy tornyot, és hát mondhatni, hogy 9000-re csökkenteni az arany hátrányukat. A rossz pozícionálás azért annyi van csak kicsikét szépíteném, hogy tény, hogy Sven
elől volt, de minden harcban ő van elől. Itt az a rendben a probléma, hogy a hanghullámot nem tisztelte, az őrszemet nem tisztelte, a villanást nem tisztelte. Meg a rugást. Három darab képesség, az körülbelül tudom, egy 7-10 másodperce lett volna arra, hogy lássa, hogy Lacey megindul, ott már villani kellett volna, vagy hálózni, vagy bármit csinálni, ami védelmet ad neki. Ha egy Lacey megindul feléd, ő egyszer fog lecsapni 2 percenként, 2,5 percenként, akkor tisztel meg annyival, hogy elvillansz, mert akkor a másik irányba fog téged rugni. És teleport. Ez most Alfari, jó dűmenedzsmenttel, a Misfits próbálkozik, és ez még jól lehet. Át fog alakulni szépen lassan, hátul Kakao próbálkozik, és Alfari kábít, de jön be Poe, X-Mac-nek lőttek, de rajta még van őrangya, az Sven, meghalt! Lövész nélkül a G2, de meghal Power of Evil is, ezek helycserés támadás. A Misfits ott, a G2 amott. Kinek hol a bázisa? Hogy is lesz meg jobban csinálni, Perk Sleep vissza, mit ír a jó apa, és megint csak így Alfarinak ennyi volt, alaptáblásában csak Vicky jön szemből, viszont neki van HP regenje bőven, szépen lassan lehet töltődni. És ilyen volt egy támadási hadművelet a Misfits-től, amikor Alfari mehetett meglódulni, X-Pack lép odébb, vissza kell menni a kicsiket a G2-nak, összehangulni újra játékosait. Itt van még mindenki az élők közül. Ez elég kemény hívás a Misfits-től, az inhibitor is kéne védeni, mert villan végül a kábításért, és bum, Aigner volt is, nincs is, Hansama szintén. 2-0, vonzás hullám mellé, olyan perk session, Alfari még lekeni magáról a játékosokat, a meghal. Összességében 3 halott most még a Misfits-nél, de életi fog Power of Evil, Alfari is végül meghal. Baromna sor, és mindeközben X-Pact már a Nexus mellett, jön rá Poe. És Kakao is, ugye baromnasort elhozhatja a G2 mindenképpen a háttérben. És ez pedig már a BM. X-Pact-től. Szegény Kakao pedig megtett mindent a barom, megvan a G2-nál. 12-13 ezer arany elő már. A G2 csapatánál. És akkor megint a védekezés. Megint a próbálkozás, az időhúzás. Egy gond van, hogy nincs mi védje a Nexus. Na, hát ugye visszajátszás, ugye Misfits próbálja szedni a baronnasort folyamatosan, de ki kell lépniük arra. Nagyon szép X-Pack-nek a beérkezés, és az, hogy el tudja takarítani Aignát, már ember hátra van, hiszem a villan, elhasználja a sejemövet, de nem volt elég, a vonzás hullám mellé megy, innentől pedig Kakaónak és Alfarinak nincs lehetősége visszamenni. Alfari hiába vágja őket falhoz, csak Kakao tudja ezzel megmenteni, X-Pack pedig addig egyszerűen elteleportált és beütötte a Nexus védő tornyokat. Itt pedig Alfarinak az elporladását láthattuk, miután visszatért a halálból az őrangyalnak köszönhetően. A Misfitsnek talán kicsit túl bátor volt ez a baronna sor hívás, de azt kell mondjam, hogy ez most nem nagyon volt más lehetőségük. De annyi, kicsit meg elkezdi, aztán pedig hamarabb kilép, nem várja meg, amíg X-ek be tud menni a legjobb pozícióba. Igen, igen. De mindenképpen el kellett kezdeniük, hogy harcra kellett, kényszerítsék persze, a G2. Nem is harcra, hanem az, hogy jöjjenek ki a kis búvóhelyeikből. Uh-huh. Tehát, mert 4-en maradtak a G2-nál, és 4 felé sítettek odébb. Fölfele, bokorba, ellenfél északi jungle, felső ösvény. X-Pact, aztán pedig a Valkart. De valami tényleg kellett hinni, hogy te is mondod. Hát ez most a baromna sor volt. Dühe nincs még Alfarinak elég az átalakuláshoz, de a felső ösvény Minion hadsereg, és alső ösvény Minion hadsereg már a Nexus mellett. A Nexust ütni fogják a Minionok! Hölgyeim és uraim, ide jönni kell! Baromna sorral eljussított Minionok ráadásul, és elhozhatnak konkrétan minden inhibitort most. Most jön a megkopasztás. Hát nagyon, értem. A teljes megkopasztás, semmi nem marad, semmi nem marad, és baromnasor is van. Alfari most ment át. Hát igen. Milyen is visszalakul, a G2 Dozer megindul, és így össze fogja préselni a Misfits-et. Most valamit csinálniuk kell, Kakaónak rugni kell, vagy valami ilyesmit. Tricknek őrangyal elvileg most nincsen, még homokorrel volt, és már a Nexus-ra lép ki szépen hátul Perks, mozzás hullám mellé, Perks pedig meg fog halni. Poe jól válaszol, és Svent kell hátul most valahogy megölni, hátszal, amit kap! Svente elme beteg? Mit sebez? 2-1-es, 2-2-es sere, 3-2-es sere végül, és Kakao még berúgja Svent, hogy dögölj meg! De Alfari két emberrel is, raklap minionnal már nem fog tudni mit kezdeni. A G2 2-1-re, ahogy csoport elsőz, méltó, nyertek. Veretlenek továbbra is, egyetlen egy szériát sem vesztettek, és az, ami a G2 felépített stratégiát,
eszméletlenül jól bejött. Elhozták a Caitlyn-t, aki ugye most alapból egy nagyon erős lövész lett. Hoztak mellé egy Lulut, hogy kicsit megerősítsék ugye az alaptámadásait és gyorsabban tüzelhessen. Felépítették támadási sebességre, és Lulu még vett egy hívők tömjényét is mellé, hogy még azzal is tovább erősíthesse ugye a pajzsokkal és a támadási sebességét felnövelje. Láthatjuk a végeredményét, olyan gyorsan szeret ki egy lövészt, ugye konkrétan Kalisztát, hogy nem volt ideje megvédeni a csapatának. A Misfitsnek voltak jó hívásai, csak az volt a baj velük, hogy nem értek gyilkosságokat. Egy-egyes sere volt még a legjobb hívásukban is, amikor a legjobb helyre érkezhettek. Egyszerűen most nem sikerült a G2-t megölni, és utána pedig egy csapatharcot megint elvesztettek. Jól olvastam, hogy 393? LCS napja? Veretlen a G2? Nem napja, veretlen a G2. Azért az úgy... Az igen. Hát... Érdekes egyébként, hogy a G2 mennyire erős idén is. Konkrétan senki nem tudta őket elverni, átgázolnak a mezőnyön nagyjából. Voltak egyébként, nem egy olyan mérkőzés láthatunk, ahol a G2-nak voltak gondjai, és egyébként itt is a második mérkőzésen is látható volt a G2-nak egy-két gyengesége. De Európában mondjuk nem tudják őket megverni. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a nyári szezonban is tudják ezt a formát továbbvinni, és ha igen, akkor utána a világbajnoksággal mutatnak-e idén valamit. Ezért több, mint egy éve veretlennek lenni. Eddig sem volt számomra úgymond ismeretlen a G2 domináns szerep és G2 profi csapat. Itt nekem csak az emberi tulajdonságban van panaszom, de az ugye nem releváns info az amellett, hogy mit tesz az asztalra. Talán azok már, amikor mondjuk Incarnation vagy más néven Jensennek milyen múltja volt, kicsit komolyabb, mert ő tényleg a Rage Kid volt úgymond annó. Még azért a G2-nak nincsen Rage Kid. Hát legalábbis nem tudunk sokat róla. Vannak pletyik. De egy biztos, a G2-nak lehet őket szeretni, mert egy jó csapat. De én nem szeretem őket. Viszont ők nyertek 2-1-re. Gondolom, hogy ezért a Misfits mindenki odarakta magát. Jó volt ez a Gnar választás, ha nem csak kétszer tudott volna 44 perc alatt vele. Hát úgymond... Hasznos végső képességet elhasználni. Vagy lenni a játékban. Igen. Nem tudott egyébként kibontakozni ez a Gnar, az a Renekton-nal szemben nem volt akkor előnye az ösvényen, mint ahogy gondoltuk, hogy lehet. Valahogy ez most nagyon mesterén játszott egyébként körbe a G2 a Gnar. Tehát pontosan úgy érkeztek majdnem mindig, hogy oké, most fog kiesni a formából, na akkor megyünk. És onnantól kezdve, hogy a Gnar, hát ugye nem nagyon tud dühöt sem visszaszedni, nincsen ugye végső képessége, nem tudja használni a földrengető csapást, szökkel, meg sebez, de tank kiesik nagyjából ugye a Misfits oldaláról, ezért rizikós egyébként a Gnar választás, és a másik egyébként, hogy úgy tűnik, hogy ez a Kalista nem akar működni, még mindig nem akar működni, hiszen 2-ből 2 veresége van, ami elhozták őket, és sem Svennél nem volt annyira magabiztos ez a Kalista játék, sem Hansama kezei között, mind Caitlyn, mind pedig Lucian jobban bevált a lövész pozícióban, mint a Kalista, amiket ugye elhoztak. Ezért még utolsó elemzés képen azért annyit hozzatennék még pluszban, hogy nem azért nem szeretem én a G2-t, mert elveri az UOL-t, mindenki elmondta már, és én is aláírom, hogy a G2 a legjobb európai csapat. Ez biztos. Ergo, ezzel szerintem mindent elmondtam, kedves, mindegy. Tehát ez egy tény, most ezt lehet úgy is felfogni, hogy jól is, meg rosszul is, az sajnálom, hogyha nem sikerül felfogni jól, a G2 veretlen, több, mint egy éve. Elképesztő teljesítmény egyébként. Ezt nincs mit hozzáfűzni, ez jó, ez szegény Baumgartner Zsolt, egy nagyon rossz példa, de ő legalább ment a Forma 1-be egy pár kört, nem? Hát meg van aláírás. Pontot is szerzett. Pontot is. Egy pontja lett. Amikor mindenki kiesett előle. Igen. Vizes verseny. Nem mindenki. Mindenki? Nem mindenki? Nem mindenki. Sokan. Sokan. Mindegy. Örülünk neki. De ez abszolút nem ide tartozik, ezért engedjük ezt, nem azt integették, hogy erre, ne erről beszéljünk valószínűleg. Lehet, mindegy, igen. Oké, ránk szóltak. Tehát azt jelenti, hogy akkor menjünk vissza a meccshez, a mérkőzéshez. A Misfits csapata és Kakao Lee Sin csoda gyerek. Ez is rossz fogalmazás. Kakao Lee Sin a szuper gyerek. Akkor ezt nem laptam sehonnan. Mindenképpen egy szép Lee Sin játékot mutatott be megint csak. Le volt 3 olyan rugása, amiből úgymond tudott építeni. Úgy a Misfits, hogy baromi nagy hátrányból kellett játszani végig a mérkőzésen. Tehát több ezer arany hátrányra beszélünk. Amikor ugye fél-fél és majd később egy-egy tárgyal vezet valaki ugye előtted az ellenfél ösvényen akár, vagy csapatharcban, és akkor ugye kicsikét egy olyan szituáció kell, ami neked kellemes. Ezt Kakao 3-szor előidézte, ebből 2-szer Svenre sikerült,
Az, hogy a véd meg a lövés teljes kompozíció ismét elkészülhet, úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy kellemes dolog itt a solo queue történelmében is, vagy pedig az LCS történelmében, hogy újra próbáljuk minden egyes lövés széttámogatni, de ez a stratégia és ez a taktika már régóta él amúgy. Persze. Csak nem mindenki használja, vagy ilyen rejtett utolsó stratégiaként hozzák le mondjuk. Idén egyébként ritka volt, nem is nagyon láttuk. Szerintem nem is kezemet tudnám számolni. Hát, egyszer Samux kapott ilyesmi védemet még, amikor... De ott még más is volt, nem csak Lulu. Ivern hoztak még Ivern, egy ügyelbe. Igen, és ezt a bajnokváltás is elmondtuk még, hogy még azért a Magburok is lett volna még plusz egy kombó, és akkor így több lett volna a fehér HP-ja, az a pajzsa. Ez mennek, mint bármi más, még a vérszomjas is. Tehát igazából itt tele volt pajzsal, és majdnem, hogy 3000 életelőt osztott be, úgymond, egy lövész, akinek van 1800. Hát egyébként nagyon örülök neki, hogy a 7.5-ben visszatérhet ez a kompozíció. Újra egy kicsit a lövészek kaphatnak egy nagyobb hangsúlyt, mert mostanában a Season 7 egy kicsit igazságtalanul elbánt velük, és olyan sebzés vesztettek, és olyan könnyen lehetett őket leszedni. Most viszont egy picit visszakaptak az erejükből, és arra, hogy megint lehet rájuk építeni csapatokat, visszatérhetnek azért olyan nagy nevű lövészek az előkelő helyekre, mint például Reckless, mint például Sven. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen hatással lesz majd. És én azt mondom, hogy azért adjuk vissza a szót a külföldi kasztereknek, elemző asztalnak, mert Csacsi. A két legjobb felsőesményes beszélget kint ugye az elemző asztalnál, Defisső meg Siox, tehát így egy nagyon egy kedvenc négyesen beszélget most kint az elemző asztalnál, szóval szerintem akkor ezzel a rendet átadjuk a szót, ez még lemegy, aztán egy gyors szünet, és Észak-Amerika 11 órakor ne felejtsetek el, tehát körülbelül 45 perc van, lesz még meccs bőven, egészen reggel 5-ig is benne lehet az est is, műszak is. Műszak, akik nagyon boldogan várják. Azt, hogy kezdjön az amerikai elszítés majd. Sziasztok! Sziasztok! Actually, they had something fast where they